Szerbusztok! Ez a videó Ákosnak és Viviennek szól. Egy pár dolgot meg akarok veletek beszélni a testépítés.info válaszaival kapcsolatban. Az egyik ugye az, hogy az oldalon mostantól fel lehet tenni kérdéseket, és ha valakinek értelmes kérdése van, akkor ezeket megválaszoljuk. Na most meg is válaszolt már az Ákos 2-t vagy 3-at, nem tudom, és csatolt fájlba elküldte. Az egyik, amit én javasolnék, de ezt beszéljétek meg ketten, illetve azt szeretném, hogyha Vivien kidolgozna rá valamit, de úgy gondolom, hogy nem kellene, hogy csatolt fájba menjen, mert csak macera. Meg kell nyitni külön, szenved vele az ember, bőven elég az, hogyha van egy e-mail, és abban az e-mailben benne vannak a kérdések, az adott egy darab kérdés, abban válaszok, és kész. Na most. Válaszok. Hogyha így csatolt fájlba van, akkor több probléma van. Az egyik az, hogy így kettes. Én itt most alapból nem tudom, mi ez a kettes, és mi a hármas. Gondolom, akkor volt egy első kérdés, viszont nem derül ki az, hogy kinek szól, nincsen ebben e-mail cím, tehát már is nem lehet elküldeni annak az illetőnek, aki nekünk ezt küldte, vagy elküldted Ákos, csak akkor nem tudom, hogy elküldte, tehát arról meg nincsen információm. Tehát úgy kéne, hogy benne legyen az e-mail cím. Az a lényeg, hogy valahogy el kell, hogy az arcnak kerüljön. Valószínűleg úgy kéne, hogy amikor megvan maga, ugye itt lenne a kérdés, a válaszban benne kellene, hogy legyen egy cím. És akkor az lenne ennek az adott, gyakorlatilag ez is egy cikk, és ennek a cikknek lenne egy címe, ami kapcsolódik, ami gyakorlatilag arról szól, amit éppen itt kifejtesz. Hát még egy kicsit zűrzavarosan beszélek, de azért remélem, hogy ki tudjátok silabizálni. Természetesen sokan nem tudnak helyesen írni. Például ez a lány sajnos nem annyira sikerült neki. Szia, kis esszel! Szia, én egy 22 és nevűen lenne egy-két kérdésem. A hasamból szeretnék csak fogyni, minden mást izmosítani szeretnék. Az első kérdésem az lenne, hogy heti 3-szor megyek le edzeni 1,5 órát, max 2 órát, hétfő, szerda, péntek a köztevesző, péntek. A köztes napokon is mozgok, vagy itthon tornázok. Az lenne talán, hát, vagy mit csinál? Mozgó. Vagy itthon tornázom kicsit, vagy szobabicikli. Pont, ez igen, nagyon jó. A kérdésem, az a lényeg tehát, hogy szánjunk rá azt a tényleg 20-30 másodpercet, nem több, hogy kijavítsuk legalább a helyesírási hibákat azokban a kérdésekben, amelyeket feltesznek, és akkor ez így tényleg jó, hogy legyen egy aláírva az, hogy N. N-A, mit én, akármilyen Andi például. És akkor kedves N, de kedves N előtt legyen egy olyan, hogy mondjuk nem tudom ez miről szól, és itt lenne a címe ennek a cikknek. Kérdés, a címe a cikknek és a válasz, vagy valami ilyesmi. Azt szeretném megkérdezni, vesző, hogy az akármi mennyire két ennyi, mennyire jó vesz, és mik a pontos mellékhatásai, válaszodat előre, és köszi, hosszú ővel, köszi. Pont. Tehát valahogy ezeket is így kéne csinálni, hogy teljesen átlátható legyen a dolog, és automatikusan, ilyen rutinszerűen menjen. Tehát már elég sokat szövegeltem, de én sem látom át, hogy mit akarok. Alapjában a kérdés hozzám érkezik. Én azt a kérdést átküldöm az Ákosnak. Az Ákos kiavítja magát a kérdést, hogyha helyesírási vagy nagyon csúnya stilisztikai hibák vannak benne. Ír hozzá egy kis választ, hogyha értelmes a válasz, ez lehet nagyon rövid is, nyugodtan, egy pár soros is lehet. Annak a cikknek ad egy címet, azt a cikket a kérdéssel együtt, kérdés-válasszal együtt átküldje annak az arcnak, vagy hogy is kéne, igen, átküldje annak a csókának, aki küldte a kérdést. Ákos átküldi e-mailben a kérdést és a választ, úgyhogy azt már a Viviennek csak beilleszteni kell, ugye másolni és beilleszteni egy oldalba az oldalon, elmenteni
és kész. Szerintem ez a legjobb. Tehát akkor még egyszer úgy kéne, hogy jön hozzám a kérdést továbbítom az Ákosnak, hogyha értelmes a kérdés, hogyha még az Ákos úgy gondolja, hogy ezt már kifejtette korábban, akkor egyszerűen csak figyelmen kívül hagyjuk a kérdést, kijavítani hibákat, választ írni hozzá, a válasznak adni egy címet, ami arról szól, amiről ugye a kérdés, illetve a válasz, nyilván ez világos, a válasz megy annak az illetőnek, aki feltette a kérdést, illetve átmegy Viviennek is e-mailben, nem csatolt állományként. Vivien felteszi az oldalra, és akkor azt a választ már többen olvashatják, és szerintem ez így hibátlan, akkor mindenki boldog. Na, ennyit szeretem volna, remélem, hogy átlátható volt, vagy érthető volt az, amit próbáltam elbefogni. Köszöntöm, csákány!